Csályi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke és a társaság több tagja érkezett Makóra csütörtökön. Látogatásuk során bejárták a várost, Makovec Imre épületeit megcsodálva. A túrát a városvezetés és a vendégek is pozitívan értékelték. Én úgy tudom, hogy ők a Makovec túrára jöttek, Makovec épületeket nézték meg. Hál' Istennek most előnyünkre fordul is, amiben egy ideig jó páran kétkedtek, esetleg páran ellendrukkerek voltak, majd azt követően, hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy az egész város közössége az ügy mellé állt. Az a tény, hogy 12 makona épületünk van, ebből 7 a mesternek a munkája, ez azért fölkelti az érdeklődést azokba, akik a művészetek iránt érdeklődnek, és hát a művészetek közül az építőművészet mondjuk a sajátjuk. Hát ez a bizonyos akadémia, benne van az alaptörvényben, Pestiesen azt mondja, hogy ez nem semmi. Tehát az, hogy ennek az akadémiának az alelnöke eljön hozzánk, eljön egy csapattal, és megnézi a Makovec épületeket, azt gondolom, hogy az odafigyelésnek egy olyan foka, aminek üzenetértéke van. Hát Imre bácsi, ha itt volna, biztos örülne ennek, akkor még ő volt ugye az elnöke ennek az akadémiának. Bízom benne, hogy a csapat jól érezte magát, és bízom benne, hogy tetszettek azok a produktumok, amiket a város hoz. Én úgy gondolom, beszélve alelnök úrral, hogy szimpatikusnak találják azt, ami ebben a városban történik. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat tovább mehet. Utaltak rá, hogy van erre mód. Itt olyan társakkal tárgyaltam, Bálint Mártával, Dénes Hennivel, akik motorja tudnak lenni. Az ilyen típusú kapcsolatfölvételnek akár a kultúra, akár a hát kultúra több ágát szóba hozhatjuk itt, bármely irányába, akár a civilek irányába. Az a cél, amit művészet pártoláson kívül az akadémia magának tekint, a határon túli magyar kultúrával való kapcsolattartás, a Kárpát-medencében való gondolkodás, az is szimpatikus nekem is, és szerintem Makón nagyon sok embernek, úgyhogy itt is sok mindent egyformán gondolunk. Ez volt az első lépés, rajtunk nem fog múlni a többi. Az alelnök rendkívüli örömét fejezte ki, hogy egy olyan világszintű építészt, mint amilyen Makovec is volt, ennyire tisztelnek és elismernek ebben a városban. Ha az ember arra gondol, hogy Budapest, amelyik Magyarország fővárosa, és világviszonylatban is jelentős város, Budapesten nincs ilyen nagyságrend épülete Makovecnek, mint itt Makó. Ez rendkívül szomorú, ugyanakkor, ha az ember a makói viszonylatokat nézi, ez üdítő, felemelő, és én, mint az akadémiának az alelnöke, aki ráadásul nagyon jó barátságban is voltam Imrével, engem különös öröm tölt itt el ezeknek az épületeknek a látán, és bízom ebben abban, hogy ezeknek az épületeknek komoly vonzása is lesz, hiszen ezek hihetetlen értéket jelentenek, vizuális értéket, ritka vizuális értéket, egy olyan fajta vizualitásnak a megvalósítását, amelyik egyszerre a helyi hagyományoknak a sajátos kiteljesítése, ugyanakkor pedig a jövő felé is nyitás. Egyszerre van benne a tradíció és a jövőnek a szemlélete. A Budapestről érkezett vendégek délután a Fa, Tégla, Beton című fotókiállítást nézték meg, mely Makói Városképek alcímmel jelent meg a Városház galériában. A pályázatot Makovec Imre tiszteletére írták ki. Összesen 58 fotó érkezett be 12 pályázótól. A fotósok között makóiak, vagy pedig Makóról elszármazott művészek találhatóak. Karsai Ildikó grafikus művész elmondása szerint a beadott művek minősége idén messze kimagaslik az előző évekhez képest, bár számban kevesebb pályázó volt. A díjazással kapcsolatban a szokásos könyvjutalmakkal szeretnénk megköszönni a fotósok munkáját, illetve oklevéllel. Van a zsűrinek egy külön díja is, ugyanis nem tudtunk szinte dönteni. Ez Dömötör Mihály fotoművész, a zsűri elnöke vállalta be, és mi csatlakoztunk hozzá nagy örömmel. Olán Nóra művésztanárral együtt társultunk zsűritagként Dömötör Mihály fotoművészhez. 6 díj van ezen kívül, illetve oklevelek vannak. Igyekeztünk azért úgy értékelni ezeket a munkákat a díjakkal együtt, hogy jelzési értéke legyen, tehát mindenki számára azt az elismerést, amilyen munkát beleinvestáltak ebbe a csodálatos anyagba, kapják valamilyen szinten vissza.